Magyarország mezőgazdasága hagyományokkal rendelkezik. Az utóbbi évtizedekben világviszonylatban is figyelemre méltó eredményeket ért el. Nagyüzemi, mint pedig az integrált kisüzemi termelés eredményei nemzetközi elismerést váltottak ki. Ebben természetesen nagy szerepet játszanak azok a szakemberek is, akik tudásukkal jelentős mértékben hozzájárultak ezekhez az eredményekhez. Tudásukat az agrárképzés közép- és felső szintű intézményeiben alapozták meg. Jelenleg Magyarországon 6 agrárfelsőoktatási intézmény működik. Gödöllőn, Debrecenben és Keszthelyen Agrártudományi Egyetem, Sopronban az Erdészeti és Faipari Egyetem, Budapesten pedig az Állatorvostudományi, valamint a Kertészeti és az Élelmiszeripari Egyetem. Egyetemeink a világ számos országában ismertek. Egyrészt az általuk képzett fejlődő országbeli hallgatók, másrészt a külföldön dolgozó szakembereink révén. A Magyarországon tovább tanulni kívánó FAO ösztöndíjasokkal többek között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem foglalkozik. A külföldi hallgatók oktatása az utóbbi években sok színfolttal gazdagodott. Kezdetben csak rövidebb, egy 6 hónapos időtartamú továbbképzést kértek, az utóbbi időben viszont szaporodtak az igények, amelyek az egyetemi végzettséggel rendelkező szakemberek posztgraduális képzése felé tolódtak el. Ennek kiváló példái az Afganisztánból hazánkba FAO ösztöndíjjal továbbképzésre érkezett hallgatók, akik a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen üzemszervezés, mezőgazdasági gépesítés és növényvédelem témában folytatnak 2 éves posztgraduális tanulmányokat. Távol-keleti szakemberek a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen a kertészet szakmai kérdéseit tanulmányozzák, ugyancsak 2 éven át. Hangsúlyt helyezünk a középszintű képzésre. Így fontos kérdésként kezeljük a szakmunkások felkészítését és továbbképzését is. Ennek legjelentősebb intézménye a nyugati határszélen működő VP szakmunkás képző és munkás továbbképző intézet.
Tapasztalatokkal rendelkezünk a csoportos továbbképzés területén. Jelenleg a FAO égisze alatt a magyar kormány és az öbölmenti arab országok pénzügyi alapja finanszírozása mellett 18 fejlődő ország résztvevőit angol nyelven képezzük. Az Afrikából, Ázsiából és a Karib térségből érkezett szakemberek a belvízi halászat, üzemszervezési és egyéb szakmai ismereteit bővíthetik. Ezek a szakemberek 3x3 hónapos időtartammal a Szarvasi Haltenyésztési Kutatóintézetben és a Százhalombattai Temperált Vízű Halszaporító Gazdaságban részesülnek elméleti és gyakorlati oktatásban. A szakemberek megbízható szakmai ismeretei felkeltették a nemzetközi szervezetek, így többek között a már említett FAO és az ENSZ más szakosított szervezeteinek a figyelmét is, amelyek igen gyakran fordulnak hozzánk egyéni és csoportos továbbképzési kérelmekkel. Magyarországon a fejlődő országok megsegítését célzó szakemberküldés 3 csatornán valósul meg. A vállalatok révén, a kétoldalú kapcsolatok révén, valamint a multilaterális nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés kapcsán. Vállalataink az utóbbi években erőteljesen érdeklődnek a fejlődő országokban végezhető munkák iránt, és oda általában úgynevezett tímeket küldenek. Ennek az a magyarázata, hogy az adott munka teljes körét felvállalva az egyes munkaszakaszokhoz a legjobb vállalati specialistákat küldik. Ezekkel a vállalati megbízásokkal mindig együtt jár a szakembergárda kiképzése, betanítása, a helyi viszonyok alapos tanulmányozását követően. Kétoldalú szakembercserét Magyarországon a Tesco intézi. Ez a vállalat jelentős múltra tekint vissza, és ezáltal hasznos tapasztalatokra is szert tesz. Nem egy fejlődő országban irodát tart fenn, az igények minél teljesebb megismerésére és kielégítésére. Ugyancsak a Tesco feladata a fogadókészség biztosítása. Ez a vállalat etéren is rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal.
A közreműködő magyar vállalatok közül elsősorban az Agrover emelhető ki, amely a mezőgazdasági beruházásokban külföldön is szerepet játszik. Más magyar vállalatok jelenléte sem elhanyagolható. A kétoldalú, két ország megállapodásán alapuló szakemberképzés mindig az adott igényeket elégíti ki. Így például a közelmúlt legnagyobb feladata az Algériába küldött és ott egy 3 éves időtartammal dolgozó 170 magyar agrárszakember tevékenysége volt. Szakemberképzés az elmúlt 10-15 év során került inkább előtérbe és teljesedett ki. Itt az ENSZ szakosított intézményei, elsősorban a FAO játszanak szerepet. A FAO, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, a fejlődő országokban mezőgazdaságfejlesztő programokat irányít és ezekhez toboroz és alkalmaz szakembereket. Mivel a követelmények igen magasak, jól képzett szakembereinket bocsátjuk rendelkezésre. A közelmúlt tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy szakembereinket elsősorban a belvízi halászat, az öntözés, a vízgazdálkodás és az állatorvoslás területén keresik. Persze ezek az igények mindig változnak, amelyekhez nekünk alkalmazkodnunk kell. Jelenleg Pakisztánban vízügyi szakemberek, Iránban és Indiában halászok, Afrikában pedig állatorvosok dolgoznak a FAO megbízatásával. Magyarország a jövőben is megtesz mindent azért, hogy szakemberei egyre fokozottabban járuljanak hozzá a fejlődő országok élelmiszer gondjainak megoldásához. Kutatóink, gyakorlati szakembereink folyamatosan figyelemmel kísérik a fejlődő országok mezőgazdaságfejlesztési feladatait, a magyar tapasztalatok alkalmazási lehetőségeit. Ennek érdekében fokozni kívánjuk szellemi exportunkat a harmadik világ országaiba. Egyúttal arra törekszünk, hogy növekvő számban fogadjunk ösztöndíjasokat elért eredményeink átadására, kapcsolataink bővítésére, és a hatékony, hosszabb távra szóló együttműködések megalapozására. Magyarország is osztja azt a nézetet, hogy a világon minden ember joga, hogy elegendő táplálékhoz jusson, és egyetlen gyermek se hajtsa nyugovóra a fejét éhesen. A magunk részéről, erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten, a jövőben is e nemes cél elérésén munkálkodunk.